Hatékony felderítések. 1,2 milliárd forint értékben foglalt le cigarettát a csempészektől a NAV tavalyi évben a magyar-ukrán határszakaszon. Kisüzemek fejlesztése. 14 milliárd forintnyi keretösszegre pályázhatnak a fejlődőképes mikro, illetve kisméretű mezőgazdasági vállalkozások. Nemzetközi verseny. A szépségipar hagyományos remekeit és legújabb trendjeit is megismerhették azok, akik részt vettek az idei Szabolcs kupán. 1,2 milliárd forint értékben foglalt le cigarettát a csempészektől a NAV tavalyi évben a magyar-ukrán határszakaszon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A csempészek változatos módszerekkel próbálkoznak, átalakított autókkal, trükkös átkelésekkel a zöld határon. A határon szolgálatot teljesítők munkáját azonban egyre modernebb eszközök segítik, amelyekkel hatékonyan tudnak fellépni a csempészekkel szemben. Tavaly 5 millió fölött volt a személyforgalom a magyar-ukrán határszakaszon. Az átkelő helyen a jövedéki termékek csempészésének felderítésére nagy hangsúlyt fektetnek a NAV munkatársai. A csempészek próbálkoznak átalakított autókkal, a Tiszán csónakokkal, az elkövetők tárháza szinte kimeríthetetlen. Ezeken a hőkamerás éjszakai felvételeken például az látszik, hogy a csempészek az ukrán határon már áthozták a cigarettát, a csomagokat pedig ledobják a Záhonyi hídról két férfinak. A cél az volt, hogy a magyar határellenőrzést kikerüljék, a cigaretta a zöld határon érkezzen Magyarországra. Ebben az esetben azonban nem volt szerencséjük, az éjszakai szolgálatot teljesítők rajta ütöttek a csempészeken. Nagyon széles palettán mozog az elkövetési mód a csempészeknél. Ez azt jelenti, hogy a gépjárműveket is átalakítják, hogyha kell a cigaretta csempészése érdekében, illetve az autókerékben is hoznak át cigarettákat. Körülbelül 40 karton cigaretta fér el a 4 autókerékben. A felderítésre számos eszköz áll a NAV rendelkezésére. A Tiszát hajókkal ellenőrzik, ám erre csak akkor van lehetőség, ha a folyó vízállása nem alacsony. A víziút ellenőrzése azért nagyon fontos, mert a csempészek előszeretettel szállítják itt az illegális portékát. A Záhonyi hídra is kamerákat szereltek, ezekkel éjjel-nappal tudják figyelni az átkelőket. Ilyen kézi hőkamerákkal pedig a zöld határt ellenőrzik. Ez az eszköz nagy előnyt jelent, hiszen pontos képet ad a határszakaszon történő mozgásokról. Nemrégiben ruhára helyezhető kamerákat is vásárolt a hivatal. A kisméretű eszközöket elsősorban szintén a cigaretta csempészek után kutató pénzügyőrök használják. Mivel a határon szolgálatot teljesítők már jól ismerik a csempészek trükkjeit, a felderítések aránya magas. Tavaly évben 45 ezer ellenőrzést végeztek el a vámos kollégáim. Ez azt jelenti, hogy 1,2 milliárd forint értékben foglaltak le cigarettát, illetve közel 1,5 milliárd forint értékben egyéb jövedéki termékekkel együtt történt ez a lefoglalás. A felderítést képzett keresőkutyák is segítik a határon. Az okos négylábúak pillanatok alatt kiszagolják az autóban elrejtett cigarettát. A lefoglalt cigarettát a NAV negyed évente régiónként semmisíti meg. A füstölni valót egy speciális eszközzel darálják le, a törvelékből pedig komposzt készül, amit a későbbiekben bioföldként értékesítenek. 14 milliárd forintnyi keretösszegre pályázhatnak az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes mikro, illetve kisméretű mezőgazdasági vállalkozások. A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című pályázati kiírás, amely a jövedelemszerzést és a stabilitás megteremtését segíti elő. A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. Olyan legfeljebb mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a pályázat benyújtásának időpontjában főállású őstermelőnek vagy mikrovállalkozásnak, illetve mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozónak vagy szociális szövetkezetnek számítanak. Március 21-én nyílik meg a lehetőség a pályázat beadására. A pályázók, tehát ennek a pályázatnak az a célja, hogy mindazon a termelők, egyéni vállalkozók,
szociális szövetkezetek, akik életképes tevékenységet végeznek, gyakorlatilag megerősödjön a gazdasági tevékenységük, ezáltal a saját munkájuk is biztosítottá válik, illetve foglalkoztatásba is be tudnak segíteni új munkahelyek létesítésével. A pályázati keretösszeg 14 milliárd forint, mondta el Kovács Lajos. Hozzátette, a 2018-ig tartó időszakban folyamatosan írják majd ki a benyújtási határidőket, így a márciusi határidővel még nem csúsznak le a gazdák a pályázati lehetőségről. Amit tudni kell ezzel kapcsolatosan, hogy a pályázati összeg az 15 ezer euró, aminek a 75%-át az első kifizetési kérelemkor kapja meg a pályázó, a fennmaradó 25%-ot a gazdasági terv, illetve üzleti terv megvalósítása függvényébe maximum 36 hónap múlva igényelheti, akkor fogja megkapni a fennmaradó 25%-ot. Ugye a pályázat feltétele még az, hogy 3000 standard termelési érték, illetve 3000 standard termelési értéket meghaladó, de 6000 standard termelési értéket el nem érő gazdálkodást kell folytatnia, és a cél az, hogy a ciklus lezártáig, tehát negyedik évet követően a 6000 standard termelési értéket meghaladó gazdálkodási tevékenységet folytasson. A pályázó a tevékenységét 5 évig nem szüntetheti meg, valamint a pályázók a 10 000 lakos alatti településekről, illetve a tanyás külterülettel rendelkező nagyobb településekről kerülhetnek ki, tette hozzá a kirendeltségvezető. A háztáji állattartás, a veteményesek ápolása és a mozgás. Többek között ezek segíthetnek az embereknek abban, hogy javuljon az egészségügyi állapotuk, mondta el dr. Pap Lajos, szívsebész pénteki nyíregyházi előadásán. A professzor hozzátette, a legfontosabb felelősségünk, hogy a vegyszerek helyett inkább a természet adta gyógyító eszközökhöz nyúljunk vissza. Az egészségügy helyzete Magyarországon címmel tartott előadással egybekötött könyvbemutatón elhangzott, abban, hogy a hazai egészségügyi helyzet javuljon, az állam és az egyén felelőssége is lényeges. Dr. Pap Lajos szerint Európai Uniós segítséggel nagyon sok forrás érkezett az egészségügybe, de a betegekre fordítható összeg növelésére volna szükség. Az egyén ezen felül azonban nagyon sok mindent tehet az egészsége megőrzéséért. Ahelyett, hogy a kiskertüket ápolnák, nézik 6-7 órát a televíziót Magyarországon az emberek, ami megint rendkívül ártalmas. A gyerekeink a számítógép bűveletében élnek, amely a mozgástól elveszi, a elektromos szennyező hatásokról nem beszélve. Ma ott tartunk, hogy a 10 év alatti gyermekek 80%-a túlsúlyos és mozgáshiányos. Hát ezekről kell beszélni. Az előadáson elhangzott, a hasonló rendezvények kapaszkodók lehetnek az embereknek. A magyar egészségügy, mint mindannyian tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, óriási gondban, bajban van, hiszen aki az egészségügyhöz fordul, aki beteg, az mindenki érzi azt, hogy probléma van, nem az orvosok hibájából, valamilyen külső tényező oka miatt. A professzor előadásán elhangzott, a nyugati orvoslás zsákutcába jutott, hiszen a kémiai szerek útjáról vissza kell fordulni az egészséges élet és a természetgyógyászat a természetben megtalálható szerek felé. Együttműködési megállapodást köt Tiszavasvári önkormányzata és a Becsület Légiója Egyesület, így határozott a város képviselőtestülete. A szerződés értelmében az érpataki polgármester által vezetett egyesület szakértőként és tanácsadóként aktívan közreműködik az önkormányzati feladatellátásban és a roma lakosság integrációjában Tiszavasváriban. A település roma lakosai ma a városháza előtt tiltakoztak, szerintük nem kell külső segítség, az esetleges problémák helyi szinten kellene megoldani. Hétfő kora délután a romák a városháza előtt, az önkormányzati képviselők pedig a testületi ülésen értekeztek arról, hogy Tiszavasvári kössön-e együttműködési megállapodást a Becsület Légiója Egyesülettel.
A város polgármestere kérdésünkre elmondta, a tiszavasvári cselekvési tervét 2014-ben alkották meg, és a testület azt el is fogadta. Már abban is fő célként fogalmazták meg a cigány-magyar együttélés problémamentessé tételét. Az elmúlt években ezt a munkát, tevékenységet több magánszemély, civil szervezet és hatóság is segítette, tette hozzá Fülöp Erik, aki elmondta, most egy újabb egyesülettel, a Becsület légiójával vették fel a kapcsolatot. A vezetője az az Orosz Mihály Zoltán, aki az érpataki modellnek a kialakításában vett részt és vállalt oroszlán részt, illetve hát országos hálózattá fejlesztette ezt a szervezetet. Én azt hiszem, hogy polgármester úrnak számos olyan területen vannak eredményei, amelyeket át lehet emelni Tiszavasváriba is. Az fontos hangsúlyozni, hogy ez a fajta megállapodás és ez a fajta cselekvési terv, ez mindenkitől ugyanannyit követel meg, tehát a békés cigány-magyar egyetérésnek az alapszabályait hivatott megkövetelni, például, hogy olyan lakhatási körülményeket biztosítsunk, amellyel nem zavarjuk embertársainkat. A szerződés értelmében az Egyesület szakértőként és tanácsadóként többek között fokozza az önkormányzati feladatellátás hatékonyságát, részt vesz a roma lakosság integrációjában, valamint erősíti a rendteremtésben és bűnmegelőzésben illetékes állami és önkormányzati szervek, továbbá civil szervezetek közötti információ áramlást. A település roma lakosai azonban a külső segítséget nem kérik, szerintük az esetleges problémákat helyi szinten kell megoldani. A tiltakozáson több roma képviselő azt mondta, a Becsület Légiója Egyesülettől sokan tartanak. Rebesget a levegőbe, hogy putrikat le fognak rombolni, gyerekeket az nevelőintézetbe fogják juttatni, és persze mindenki szereti a családját, azért szülte meg, azért hozta a világra, hogy szeresse a gyerekeit, védje, óvja a gyermekeit. Azt szeretnénk elérni, hogy ezt a lehetőséget ne kapják meg, maradjon meg ez a lehetőség úgy, ahogy van. A problémákat oldja meg az önkormányzat és a képviselő testület. Ezt szeretnénk. Semmi mást. Ide ők ne kerüljenek be, hogy a mi életünket irányítsák. A tiszavasvári képviselőtestület a tiltakozás ellenére elfogadta az együttműködési megállapodásról szóló napirendi pontot. A szépségipar hagyományos remekeit és legújabb trendjeit is megismerhették azok, akik részt vettek az idei Szabolcs kupán. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Tekbollasztalt kaptak a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus iskola diákjai. A tekboll egy futball alapú új sporteszköz és egyben egy új sportág is, amely mind a profi focisták, mind az amatőr sportbarátok számára alkalmas tudásuk és állóképességük fejlesztésére. 5 pontos győzelmet aratott a Marsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 19. fordulójában a Szeged látogatott a Bemiskola csarnokába, és a hazaiak 75-70-re megnyerték a találkozót. A szépségipar hagyományos remekeit és legújabb trendjeit is megismerhették azok, akik részt vettek az idei Szabolcs kupán. A nemzetközi szintű szakmai versenyen idén is fodrászok, kozmetikusok, valamint műkörömépítők és díszítők mérték össze tudásukat. Szakmai értekezések, színpadi produkciók és a legmodernebb technikák bemutatása is színesítette a rendezvényt. Kozmetikus tanulók alapoznak. Az ő versenyszámukkal kezdődött el a 14. Szabolcs Kupa Nyíregyházán. Nappal is minket kellett készíteniük a fiataloknak, így a szakmai zsűri azt is pontozta, hogy a 40 perc alatt elkészült smink nem túl erőse, valamint az harmonizál-e a modell ruházatával. A rendezvény megnyitóján elhangzott, idén 140-en versengtek a legjobbaknak járó elismerésekért. 3 különböző területet különböztetünk itt meg, a fodrászokat, a kozmetikusokat, a műkörömépítő és díszítő versenyzőket, és ezeken belül is van felnőtt és tanuló kategória. 13 versenyszám az, amiben indulni lehetett, és ezek a különböző szakmák között kerülnek megbontásra. A szépségipar nemzetközi szintű versenyre tanulók és mesterek is érkeztek, akik a szakmai eszmecserék után többek között új technikákat, eszközöket ismerhettek meg. A megyei önkormányzat számára pedig azért kiemelten fontos egy-egy ilyen rendezvény, főleg, hogyha vállalkozói szféráról beszélünk, mert egyrészt nagyon fontos feladatunk, kiemelt feladatunk a vállalkozói szférának az erősítése közvetett módon, és ez a réteg is a fodrász és műkörömépítők is egy olyan vállalkozói szféra, akiknek az együttműködésére számítunk majd a pályázati források hatékony felhasználása érdekében.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója azt mondta a rendezvényen, fejlődés várható a szépségipari szakmában. Nyugat-Európában, de még Ausztráliában, Amerikában is ez felsőfokú szakképzésnek minősül, és én azt hiszem, hogy a szakma is ebbe az irányba megy, mert itt olyan anyagokkal, olyan eszközök és az egészségvédelem szempontjából olyan kockázatokkal néznek szemben, hogy egy picike kis hiba is végzetes lehet, hiszen olyan bőrsérülés, felsérülés lehet, ami nem engedi meg, hogy hiba legyen, és ennek köszönhetően nagyon magas fokú biológiai, kémiai ismeretekkel is kell rendelkezni a szakma ismereteken túl, és én azt gondolom, hogy ez a szakma ebbe az irányba megy, hogy akár egy ilyen felsőfokú szakképzettségé is ki tudja majd nőni magát. Az idei verseny egyik központi témája a riói karnevál volt, ebben a témában alkotott több műkörmös is. A fodrász szakon alapként megtanult vízmarcell pedig idén is az egyik legnépszerűbb kategória volt, ebben versenyzett a legtöbb fiatal. A Szabolcs kupára több száz néző is érkezett, ők színes, modern hajfestésekkel és extrém versenyzőkkel is megismerkedhettek. Tegbólasztalt kaptak a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus iskola diákjai. A tegból egy futball alapú új sporteszköz és egy új sportág is egyben, amely mind a profi focisták, mind az amatőr sportbarátok számára alkalmas tudásuk és állóképességük fejlesztésére. A tegbólasztalt a házasság hetes záró rendezvényén adták át a görögkatolikus intézményben. A házasság egy férfi és egy nő életre szóló életközössége, melyet óvni, erősíteni, tisztelni kell, mondta a Szent Miklós iskolában a házasság hete záró rendezvényén Mosolygó Béla, görögkatolikus kancellár. Az oktatási intézményben tematikus előadásokat tartottak házaspároknak és házasságra készülőknek, Szabó Tamás hitoktatótól a férfi és a női szerepekről, valamint a házasságról is hallhattak az érdeklődők. Mindenben tovább képezzük magunkat, és joggal merül fel a kérdés, hogy a házasságunkban miért nem. Miért nincs kötelező jelleggel előírva az, hogy évente egyszer megyünk el egy tanfolyamra, próbáljuk tovább képezni magunkat, hogy továbbra is szinten tarthassuk ezt a dolgot. A hitoktató hozzátette, minden házasság más, ám az életközösségnek az alappillérei a férfi és a nő, ezeket a szerepeket azonban nehéz megtalálni, megfogalmazni a 21. században. A szerepazonosításban is segített a házasság hete, amely a szeretetről és a döntésekről is szólt. A nyíregyházi görögkatolikus iskolában így leginkább a családosoknak szerveztek programokat, a szombati rendezvényen a sportra is nagy hangsúlyt fektettek. Egy tegballasztalt adtak át az intézményben, ide kerül Nyíregyháza második ilyen sporteszköze. Ez az asztal, ez a tegballasztal, ez egy mozgáskoordináció technikát fejlesztő játék, amelyet rendes futballlabdával játszanak, és a szabályok azok hasonlítanak egy kicsit a lábteniszre, természetesen attól különbözőek, és nagyon fontos elmondani azt, hogy ez egy magyar találmány, egy magyar szabadalom, amely a világon talán már 70-80 országban megjelent, és további terjeszkedés is várható, tehát azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék erre az asztalra, és nagyon fontos, hogy ilyen asztalok egyre több helyen vannak itt a megyében is, hiszen valóban ez nagyban hozzájárul a gyerekeknek a mozgáskoordinációjának a fejlődéséhez. Az asztal remek időtöltést biztosít majd a gyerekeknek és a szüleiknek is, tette hozzá az intézmény vezetője. A főközben járunk e tekintetben Tasi Tamás játékbíró volt tulajdonképpen játékvezető, aki most ünnepli 40 éves játékvezetői jubileumát. Az ő gyereke hozzánk járt, és mindent megtette azért, hogy gazdái lehessünk ennek a nagyszerű sporteszköznek. A tegbal pályát a profi tegballosok és a Nyíregyháza Spartakusz játékosai is kipróbálták. Öt pontos győzelmet aratott a Malsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 19. fordulójában a Szeged látogatott a Bemiskola csarnokába, és a hazaiak 75-70-re megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak vasárnap a 14. fordulóban elmaradt meccsüket pótolják Budapesten a MAFC otthonában. 8 zsinórban elveszített mérkőzés után fogadta az utóbbi időben szintén bukdácsoló Szegedet a Malsó-Nyíregyháza. Nem úgy indult a mérkőzés, hogy megszakad a hazaiak negatív sorozata, az első negyed dereken ugyanis már 11-2-re vezettek a vendégek. Az első szünetre 2 pontra faragta a hátrányát, a 3 meccses mellőzés után Bráne Szavicsot is pályára küldő házigazda, a félidei pihenőre pedig már 8 pontos előnnyel vonulhattak le a kék cápák. A 3. és 4. 10 perc ugyan 1-1 ponttal a tiszapartiak élet, de a mérkőzést 5 ponttal a hazaiak nyerték, így 4 hónap után örülhettek ismét bajnoki győzelemnek. Úgy gondolom, hogy jó mérkőzés volt, és sokat dolgoztunk azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót, és azt hiszem, hogy akik kilátogattak ide a
csarnokunkban azok egy nagyon jó mérkőzést láthattak, és egy olyan csapatot, aki az első pillanattól kezdve küzdött. Mindig is ezt vártam el a játékosaimtól, és annak ellenére, hogy egy kicsit nehezen indult a találkozó támadása, úgy gondolom, hogy csak időkérdése volt, hogy mikor fogjuk átvenni a vezetést. Persze, ha nem találtunk volna be, akkor elúszik a találkozó, de szerencsére időben tudtunk kapcsolni, és onnantól kezdve nem volt kérdés az, hogy ki nyeri meg a meccset. A vendégek edzői elsősorban a sok eladott labdának tulajdonította a csapat a vereségét. Elsősorban szeretnék gratulálni a hazai csapatok, teljesen megérdemelt győzelem. Jobb volt, nagyon nehéz most mondani valamit, 27 hiba, 27 eladott labda, után nagyon nehéz csinálni jó eredményt. Jobb volt, hazai csapat sokkal agresszív, mi csináltuk sok hiba, és azért, mert kikoptunk, és a végén, és jó eredmény, azért, kikoptunk, csak 5-7 pont. A forduló további eredményei Pécs-Kaposvár 57-88, Mafsz-Szolnok 69-75, Körment-Atomerőműese 63-66, Kecskemét-Sopron 83-72, Albafehérvár-Jászberény 110-89, és Zalaegerszeg-Szombathely 84-49. A tabella élén az Atomerőműese áll 15 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 14-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A Marsó-Nyíregyháza 4 győzelemmel és 14 vereséggel a 13. helyet foglalja el a táblázaton. A hétvégén a Magyar Kupa 8-as döntője miatt nem rendeznek fordulót a bajnokságban. A Marsó-Nyíregyháza nem érdekelt a fináléban, így Sitko Ernő együttese vasárnap Budapesten pótolja a 14. fordulóban elmaradt Mafsz elleni mérkőzését. A listavezető Nyíregyháza Spartacus győzelemmel, a sereghajtó Nyírbátor vereséggel kezdte a tavaszi szezont a labdarúgó NB3-ban. A Spari egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a DVSZ-i Deac otthonában, míg a bátoriak egy büntetőből kapott góllal 1-0-ra kikaptak 60-ban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 1,2 milliárd forint értékben foglalt le cigarettát a csempészektől a NAV a tavalyi évben a magyar-ukrán határszakaszon. A csempészek változatos módszerekkel próbálkoznak, átalakított autókkal, trükkös átkelésekkel a zöld határon. A határon szolgálatot teljesítők munkáját azonban egyre modernebb eszközök segítik, amelyekkel hatékonyan tudnak fellépni a csempészekkel szemben. 14 milliárd forintnyi keretösszegre pályázhatnak az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes mikro, illetve kisméretű mezőgazdasági vállalkozások. A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztési című pályázati kiírás, amely a jövedelemszerzést és a stabilitás megteremtését segíti elő. A szépségipar hagyományos remekeit és legújabb trendjeit is megismerhették azok, akik részt vettek az idei Szabolcs kupán. A nemzetközi szintű szakmai versenyen idén is fodrászok, kozmetikusok, valamint műkörömépítők és díszítők mérték össze tudásukat. A Kölcsei Televízió iradóját látták, friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is felhős időre számíthatunk, de csak kevés esővel. Kedd estig a Kárpát-medence fölé néhány fokkal hűvösebb, többnyire nagy nedvességtartalmú levegő érkezik, változékony időre van kilátás. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor még több felé várható, ködfoltok is lehetnek. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is erősen felhős lesz az ég, de már csak kisebb esők várhatók. Az északkeleti szél a nap második felétől többször megélénkül, estétől meg is erősödik. Délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap hidegfronti hatás várható térségünkben. A hétvégéig még esős időre kell számítani, de a maihoz hasonlóan csapadékos nap már nem valószínű térségünkben. Főként szerdán és a hétvégén a nap is kisüt majd. A hőmérséklet továbbra is meghaladja kissé a sok évi átlagot, többnyire fagymentesek lesznek az éjszakák, és napközben is 6-10 fok között alakul a hőmérséklet.